No, hát 2-0-ás Hazel vezetésről folytatódik ez az összecsapás, ahol az amerikai John Chaney próbál bejutni a legjobb 32 közé, illetve hát nyilván Hazel is. Ugye ez egy úgynevezett előzetes körös mérkőzés. Ugye 40 férfi játékos jutott be a világbajnokságra, és ebből 16-an játszanak első körös meccset, azért, hogy bejussanak a legjobb 32-be. De még a második kör az, ami 3 nyert szettre megy, a harmadik körtől már 4 szettet kell nyerni a továbbjutásért, a legjobb 8 között a férfiaknál 5 nyert szettre fog menni, az elődöntő 6 nyert, a döntő pedig 7 nyert szett, de a döntő az vasárnap lesz majd. A férfiaknál, a hölgyeknél ugye 16 versenyző indult el, és ők is ugye folyamatosan majd haladnak egészen szombatig a döntőig. Ugye az eredeti mezőnyhöz képest 2 kieső, egy kilépő volt a mezőnyből, hiszen Trina Gulliver egészségügyi okok miatt lépett vissza, a legendája a BDO női mezőnyének, és ugye Faon Sherrock pedig a PDC karrier felé indult el, és ezért aztán miután megnyírbálták a pénzdíjakat is itt a BDO világbajnokságon, de mint a mai napig nem tud senki egyébként, hogy mennyi lesz, csak annyit, hogy az első helyezett 50 ezer fontot nyer a férfiaknál 100 ezer helyett, míg a hölgyeknél 12 ezerről 8 ezerre vitték le az első helyezettnek a díját, a többi díjazás számomra legalábbis a hölgyeknél talán ismert, 20.500 font lesz az összdíjazás, 8.000 a döntősben vereséget szenvedő 3.500 font, az elődöntősök 1.200 fontot kapnak, a negyed döntősök 650-et, míg az első kör vesztesei 500 fontot. Hát én ismerve a londoni árakat, még abban sem vagyok biztos, hogy fedezi egyáltalán az utazás és a szállás költségeket egy játékosnak az a bizonyos 500 font. Férfiaknál meg annyi információ, hogy 150 ezer font az összdíjazás, és ebből 50 ezeret az első helyezett viszel. A többi helyezett felosztás nem ismert számomra legalábbis. Na, 68-ra leérkezett közben Ben Hazel. Egy nyíla lehet duplára. A dupla 16-ra, ez eddig egészen szenzációsan jött neki. Most nem találja el. A 16-os, egy 8-as és a dupla 20. Nem találja Joe Chaney. Ben Yurkwa, 16. Dupla, de hogy Mázlia vagy nem ment bele a 11-esbe. Duplába, mert akkor besokalt volna. De nem száll ki Ben Hazel, így Joe Chaney-nek itt van a lehetőség újfent. És bedobja a dupla tizet. Igen, ez elveszi most Ben Hazel kezdését. Történhet, tehát sok minden ezen a meccsen. Eddig viszonylag gyorsan haladtunk időben, de... Az előző meccs is több mint egy órás volt, igazából ezt kijátszották elég rendesen. Hát ott a Tennessee-vel vannak elfoglalva kommentátorok. Ők is fönnmaradtak éjszaka, úgy fest. Te is? Hát fél időig, tovább nem bírtam már. Engem a jövő hét érdekel sokkal inkább, mint ez a mostani, de nyilván megnéztem egy részét, sőt. Green Bay? Igen. Igen. Jól emlékeztem. 100-as.
Szép! Jó, ez nagyon kellett most. 170-re teszi le magát Hazel. Ez csak 21 eddig, ez csak 21 eddig. Igen, most figyelnie kell a kerekítés, de jó a 20-as egyébként. Egyben egy. Magas kiszálló, de kiszálló. 167, nem sokba különbözik Hazeltől. Egy tripla. Második nincs benne. Oh. 89 marad. Bárcsak látnám az első nyilat. 20-as volt, igen. Így. 122, marad a 75 pont. Jó lehet. Dupla 5. Bedobja 89-et. Most meg ő hátsó pályáról tudja visszavenni a lehetőséget. Dobálgatják egymásnak rendesen a labdát. Itt vannak az átlagok. Az első 9-nél még mindig alacsonyabb Cheney-nél. Most ezen tud most javítani ezzel a körrel. 180-at dob Cheney. Ez a második neki, összesen a harmadik a meccsen. Egy százast azért Hazel is behoz, vagy betesz a közösbe, 3-20 teljesen együtt. Száznegyvennel Cheney. Az igen. Nem kiszálló ugyan, de nagy lépést tesz, és nyilván kéne a nagy érték most ott lent is, mármint Hazelnél, de nem jön. 57. Húha. Megint Cheney lesz előnyösebb helyzetben. Főleg így. Főleg így. 135. 46 marad Cheney-nél. Oh. 44-et dob. Hazel ezt Cheney kezébe adja. 6 dupla 20. Még egy nyila van. Hoppá! 26. És ugye itt van az, amikor ugye eldobálgatják a nyilakat. Már azt hiszik, hogy nem lesz lehetőség, és azért, hogy most kiszálló lett volna Hazel, akkor akár be is gyűjthette volna ezt a leget. Ez így nem rossz, de... Kérdés, hogy Cheney hibázik-e? Dupla 5. És hibázik bizony. 82-re. Ó, és dobált tripla hármat rá, 48-a van. Azt meg nem lehet befejezni. 32 marad. Tehát még egyszer van három nyila Cheney-nek. Ezt nem hiszem el, hogy elhibázza már. A dupla 10-re, kívülre jó. Obá. Bedobja le. Az a harmadik az bent van. 2-1. Game on. Most Cheney egy kicsit próbál megnyugodni. Na, most elkezdi a saját legjét ebben a szedben. Egy százas. Nem jön a tripla viszont Hazelnél. Aha. Már csak annyi marad benne, az már nem sok. Húzóra, az már nem sok fiúk. Nem lesz hőrjöngés.
180! A harmadik 180-a volt Cheninek, jön a következő, és nagyon elkapta a fonalat, 140, tökéletes, 81-re megy le, négy körös lehet. Száz harmincnégy, kettő tíz. Megvan a 45, 11 nyilas, 12 nyilas lehet. Bedobja. Bedobja a 12 nyilas. Cheney és ezek 2-1-re módosítja az állást a szettekben. Game on. Ráadásul ő kezd. Igen. 96. És nagyon beindult a henger Cheninél. Már 90 fölött van az első 9 nyilas, a 87 ponton a körátlag. Gyakorlatilag ezzel megegyezően 87 ponton Ben Hazel. A kiszállójuk is egyébként hajszára egyforma, szinte 35% és 35,3 Cheninél. Mind a kettőiknek két break legje van, egyetlen egy különbség van, hogy Hazel már két szettet elvitt a mérkőzésből. 60. Nyolc, 85 pont Cheneytől, 230-ra megy le, azért még megvan az előnye, mert csak 260-assal kezdett Hazel. Most lent jön a tripla, 96 pont. De szépen csinálja Cheney. 140. 90-je marad. Hazel is dob egy triplát azért. Dob még egy triplát, Hazel. 140. 145 marad, az is kiszálló, de magas. Ez benn van a bullba. 70. 10-et kellett volna dobni, de nincs meg. 145 sem lesz már meg Hazelnek, de le tud kerekíteni. Ó, de szép, 90, 55-re megy le. Dupla 10, Cheneytől. Bedobja. Bedobja, bizony. Nagyot javult Joe Cheney játéka, ez is 16 nyilas volt. ...95-tel kezd Ben Hazel. Viszont jön a tripla válasz Cheneytől, itt 100-as. 45. Százas Joe Cheneynek. Egy minimális előny hátsó pályáról. Egy triplányi. De ha Hazel nem dob triplát csak az ötösben, akkor gyorsan hátrányba kerülhet ebben a szedben is. Csak 60. 60. Jön a 19-esen a tripla. 96. Megint egy 96.
Megint megállt a Zero szekció, vagy ott a program, mert kicsit lefagyni látszik a dolog, most azt nézd már, hogy hol, ahogy állunk, mert a 301-306, és már egy két körön túl vagyunk, ez két körrel ezelőtti eredmény volt. 58. Sényének 2-4, azt mondja, Ben Hazel 150, most jó helyre állt, 145. Ó, 125-tel megy 20-ra. 152-t meg kéne csinálni, ott kell az extra, az első tripla benn van. A második meg kiesik belőle, és a dupla 16-ra nem tud rádobni. 80. Hát, ez nagy méreg. 72 marad. Dupla 10-2-0 lehet, ha bedobja. És bedobja. Közel az egyenlítés. Az amerikai kezdhet. Váratlan fordulat ez. Igen, most nagyon magára talált Joe Chaney. Ez nagyon... egy triplával, nézd oda. Az bent, nem, az nincs bent. 100. Nagyon jót tett neki a szünet. Egészen parádés játékba kezdett az amerikai. Tehát előbb is ugyanennyi söröd volt, barátom. Mit örülünk ennek? Felháborító, nem? Hogy 135. Hogy nem megy. Nem, nem hajtja le. Gin tonic, mondtam én. Egy százas. Tony O'Shea-nek üzennek a kommentátor állásba, hogy hozhatja a sört. 140. Na ez most nagyon kellett Hazelnek. Legalább ott maradjon, de Chaney fog lemenni kiszállóra, főleg ha így folytatja. 120 marad. Egy szektoron belül megoldhatja. És egyenlíthet. Az első kettő benne a triplában, nézzük a harmadikat. 140. Na nézzük Chaney-t, 120-ra. Egy tripla, az megvan. Az megvan, sima 20. És a az is, dupla 20. Bedobja! 2-2. Parádés. 3-0-ra nyeri a negyedik szettet. Fú, ez komoly kis... Vissza, ez egy igazi vérbeli comeback volt, ahogy mondják a kinti... kintiek is.